Szeretettel köszöntöm minden kedves testvérünket, az érdeklődőket. Biztosan, hogy hasznos lesz az Úr előtt eltöltött időnk, legfőképpen azért, mert Isten igéjével foglalkozunk, és szól hozzánk az Úr valami módon. Az Úr most is áldást készített a számunkra, fogadjuk azt szeretettel. A múlt alkalommal az Úr imádságáról kezdtünk beszélni, sorról sorra haladunk. Előzőleg szó volt Istenről, az Atyáról, aki Jézus Krisztus által Atyánk és nem a teremtés jogán. A megváltott ember szólíthatja így Istent, hogy Atyám. A kegyelmet nyert bűnös szólítja így Istent, hogy Atyám. Az úrimádságnak tehát a kezdő sorai így hangzanak, hogy mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Most ezzel a második mondattal foglalkoznánk, hogy szenteltessék meg a te neved. Általánosságban a következőt szeretném mondani, hogy a név az a szemét jelenti. Amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten neve, akkor Isten személyéről van szó, és tudjuk azt, hogy ez az Isten szent, igaz, örök Isten, szent, igaz, örök Isten, az az Isten, akiben hiszünk, és itt felmerül ez, hogy hogyan lehetséges ez, hogy szenteltessék meg a te nevet, hogy Isten a mi megszentelőnk, és hogy az emberre hogy vonatkozik ez. Tehát Jézus ebben az imádságban nem közvetlenül szólítja meg az Atyát, hogy Atyám, szenteld meg a magad nevét, hanem szenteltessék meg, ez ugye egy passzív ige alak, szenteltessék meg a te neved. Hát hogyan is szentelheti meg egy nyomorult bűnös ember az Úrnak a nevét? Én nagyon röviden így tudnám megfogalmazni, vagy a magam nyelvére lefordítani, hogy amikor az Úr megszentel bennünket, szentségébe részesülünk, hogy mi szentségben viszonyulunk az Úrhoz, Istenhez, az ő nevéhez. Nyilván, hogy Izraelben már a törvényadás akkor is nagy hangsúlyt fektetett az írás arra, hogy az Úr nevét hiába felnevedd, mert az Úr nem hagyja büntetetlenül, aki az Úr nevét hiába felveszi. Ugyanis a régi pogány világban úgy képzelték, hogy ha tudják az Istenségnek a nevét, akkor kézbe tudják tartani, és hogyha százszor vagy ezerszer elmondogatják az Isten nevét, hogy hatni tudnak rá, és hogy elérik a céljukat. Addig mondogatják az Isten nevét, amíg megmozdul és tesz valamit. Hát ez a pogány szellemiség, a nem élő Istenben való hit, a mi életünk, hogyha az Úr által megszentelt életünk van, akkor másképpen viszonyulunk az Úr nevéhez. Számunkra az Úr neve szent. Az Úr nevében nagy dolgok történhetnek, imádságainkat meghallgatjuk, és hogy ezen érdemes nekünk elgondolkodnunk. Úgy gondolom, hogy ez, hogy szenteltessék meg a te neved, arra ösztönöz Jézus, hogy amikor imádkozunk, akkor szentségbe járuljunk az Úr színe elé. Mit is jelent ez, hogy szentségbe oda járulni, milyen kánaáni nyelv vagy szöveg ez?
tulajdonképpen a számomra azt jelenti, hogy alázattal leborulni Isten színe előtt. Ha az ószövetségi ember leborult valaki előtt, akkor abban elismerte, hogy ő a leghatalmasabb úr, és hogy ő pedig, aki leborult, hozzá képest egy porszem semmi. Isten színe elé csak így lehet járulni, hogy az ember érezze a maga porszem voltát, és ez, hogy szenteltessék meg a te neved, a imádságba ez erre tanított az Úr, a számomra azt is jelenti, hogy nem lehet követelőzni. Nem jár semmi nekünk alanyi jogon, hanem csak Jézus Krisztus által, az ő drága áldozatán, kínszenvedésén kereszt, halálán keresztül van jogom atyának hívni az örökkévaló mennyei Istent, aki a számomra azt jelenti, hogy a mindenek felett való Úr, azt jelenti, hogy aki teremtette ezt az egész világ mindenséget, és fenntartja és igazgatja, hogy az ige szavai mondják. Ehhez az Úrhoz járulok én a legnagyobb bizalommal, mert mennyei atyámnak hívhatom, és szentséggel, alázattal, hogy megszenteljem az Úr nevét. Ez azt is jelenti a számomra, hogy nem veszem a számra hiába az Isten nevét, mert a szent. És a név használata a hatalom gyakorlását is jelenti, így a nagykövetek is az országok nevébe járnak el, és az ország vezetője nevébe is sokszor kapnak megbízást. Én, ha az Úr elé járulok, akkor az ő hatalmas voltának a részese lehetek a Szentlélek által, az imádság által, és így szenteltetik meg az Úr neve, hogy amikor használom akár imádságba, akár pedig bizonyságtételbe, vagy bármilyen módon, akkor a körülöttem lévőkre is kiárad Isten szentsége. Szentségtelenül használni Isten nevét, Uram, Uramozni, és fogadkozni az ő nevébe, és esküdözni, ez a legszentségtelenebb módja, ahogy Isten nevét használhatja az ember, de a szószátyár imádkozás is nem megszenteli Isten nevét. Az én számomra azt is jelenti, hogy Jézus nevébe kérhetek az atyától. Azt mondta az ige, hogy kérjetek akármit az atyától az én nevembe, és hogy az atya azt megadja néktek. Nem mindegy, hogy szentségbe járulok az Úr színe elé, mert akkor olyan dolgokat kérek, ami Isten szerinti, ami nem az én javamat szolgálja, nem az én hasznomra van, mert nagyon sokszor az imádságaink csak rólunk szólnak. Uram, add meg, hogy egészséges legyek, add meg, hogy sikeres legyen a mai napom. Add meg, Uram, hogy olcsóban tudjak a piacon vásárolni. Add meg, Uram, nekem, hogy én valami módon jól jöjjek ki abból a dologból. Ez egyáltalán nem az Úr nevének a szentségéről szól, hanem rólam, aki Isten elé is saját magamat tolom. Pedig az imádság egy kicsit több annál, mint a saját magam érvényesülésének a dolga. Én úgy gondolom, hogy ha megszenteljük az Úr nevét és szentségbe mondjuk ki, akkor az Úr áldást ad a számunkra, és az ő neve áldás lesz. Izrael fiai nem mondták ki Isten örökkévaló nevét, csak az életük során egyszer,
amikor a, vagy ahány gyerekük volt annyiszor, a bár micvó, amikor a 13 éves fiatal ember a gyülekezet előtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten népéhez tartozik, hogy a Tórát ott felolvassa, és a gyülekezet önálló tagja lesz, előtte az apa a fülébe súgja az Isten nevét. Nem használták az Úr nevét, hanem helyette az Adonai Eloheinu és más szavakat használtak, ami az örökkévaló Isten nevje, de az igazi nevét Istennek, azt nagyon-nagyon megszentelve ritkán mondták. Izrael népe, ugye itt a tanítványok mind zsidók voltak, és ők kérték Jézust, hogy taníts minket imádkozni, és ők pontosan értették, hogy mit jelent ez, hogy mi atyánk, aki a mennyekbe vagy szenteltessék meg a te neved, mert ő előttük szent volt az Isten valódi neve. Sajnos azóta már vannak tévejgők, akik egészen másképpen emlegetik és mondják ki. Én sem mondom ki, mert előttem is szent az Isten igazi neve, ami mennyei atyánk neve, de minden embernek, aki az Urat követi, és nem Izrael népéből való keresztjén ember, mert az Úr megkereste és megváltotta és elhívta az imádságba az Úr nevét csak megszentelve, félelemmel gondolva, Isten félelemmel Isten nevét. Nagyon nagy áldás az, hogyha az alázat, az Isten félelem és az Isten iránti szeretet ott van bennünk, mert az a hitnek a szava. Ha ezek nem együtt járnak, akkor nem igazán a mennyei atyához fordulunk, az örökkévaló Istenhez, hanem inkább csak úgy szeretnénk jól járni, áldást nyerni a testies életünkre. Itt egy nagyon komoly, mély lelki imádságról van szó, és a lelki imádság valóban, ahogy előbb mondtad is, az Isten lélek és a lélekben való megszólítása, az csak szentségbe lehet. A Bibliában az van, hogy kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. A hívő ember életében az Úr megszentelődik, az Úr neve megszenteltetik. Amint mondtam, a hozzávaló viszonyulásunkban, és amikor a cselekedeteinkben, életmódunkban is ez kifejeződik, van egy ilyen ige, Jézus mondta, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát Isten neve ilyen módon is megszenteltetik. Sőt, az Ószövetségben van is ilyen panasz, vagyis hát ítélet szó, hogy az Úr neve megszentségtelenítik, és hogy hát a pogányok között, a pogányok körében nem látják meg Isten népe életében az Urat, és hogy nyilván, hogy akkor szenteltették meg az Úr neve egy gyülekezetben, akár a személyes életünkben, hogyha láthatóvá válik, kiábrázolódik a Krisztus, és szentnek tekintenek az emberek az Úr nevére, és hogy az ő neve minden nép fölött való, minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére,
és hogy minden tér meghajol az ő nevére. Tehát ez egy hatalmas név, és hogy dicsőség az Úrnak, az egyedül igaznak, a Szentnek, hogy egyáltalán mi az ő megváltottai lehetünk, hogy kegyelmet kaptunk, mint bűnösök, és hogy arra rendelt minket az Úr, hogy világítsunk. Amikor világítasz, akkor az Úr neve megszenteltetik. Amikor sötét módon úgy viselkedsz, mint a pogányok, akkor az Úr neve egyáltalán nem szenteltetik meg az életünkben. Tehát ez nyilván, hogy hogyan szenteltetik meg az Úr neve, hogyha Krisztussal élő közösségben vagyunk, akkor a gondolkodásunk, a beszédünk, a cselekedeteink Isten szerintiek. És ezért nagyon fontos, hogy az életünkbe megszenteltessék az Úr neve, mert ha szentségbe használjuk az Úr nevét, akkor az Úr hatalma megnyilvánul. Jézus nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké, föld alatt halóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, vagyis az ő nevére hajol meg minden. És ha az Úr szolgáló gyermekei vagyunk, mert mindenkit erre hívott el az Úr, a tanítványait is erre küldte az Úr szélese világba, akkor nem mindegy, hogy az Úr az ő nevét adja-e a szolgálataimhoz, vagy nem. Egy nagyon kedves orvosnő barátnőm volt, aki nagyon tekintélyes volt a szakmai körökben, mégpedig azért, egyrészt óriási tudása volt, másrészt pedig a beszéde az igen, vagy úgy-úgy nem volt, ahogy az igen mondja, ha ő egyszer valamit mondott, akkor mindenki tudta, hogy ahhoz nem fér kétség, az nem fog megváltozni. És egy alkalommal az unoka öccse, aki egy deviáns életű fiatal ember volt, hiányzott az iskolából. És úgy gondolta, hogy majd a nagynéni doktor professzor asszonynak a nevébe majd egy igazolást fog kérni és íratni, és akkor majd elnézik, hogy ő ugye nem volt iskolába. És hát meg is írta a fiatal ember ezt az igazolást, és próbálta rávenni a nagynénit, a professzor asszonyt, hogy írja alá, és azt mondta, én nem írom alá, én nem adom a nevemet a te csalásaidhoz, én nem adom a nevemet a te linkéletedhez, én nem fogom írni, mert nem szeretsz, mondta a fiú, mondta a nagynéni, nagyon szeretlek, és éppen ezért nem adom a nevemet a hamisságaidhoz. Nagyon sokszor így vagyunk mi is, hogy kicsit hamiskás az életünk, és szeretnénk, ha az Úr nevével az igazolva lenne. Sokszor esküdözünk, fogadunk az Úr nevében, de az Úr nem adja hozzá az ő nevét. És az erőtlen, üres szolgálatoknak nem az az oka, hogy Isten nem a leghatalmasabb és a legcsodálatosabb Úr, de az Úr nem vállalja a közösséget velünk, a bűneink, a nyomorúságaink miatt. Az Úr a tisztához tiszta, és a visszáshoz visszás. Vagyis ez azt jelenti, ha én az Úr nevét szentségbe használom, akkor az Úr adja az ő nevének erejét és hatalmát. Ha pedig nem úgy élek és használom, akkor az Úr nem igazolja, hogy az ő gyermeke vagyok. A manapon majd sokan fogják mondani, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedbe tettünk hatalmas dolgokat,
És Jézus azt mondja, én nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem, gonosztevők, mert nem cselekedtétek az én mennyeim, atyám akaratát, akinek az akarata ti szenté lételetek, olvassuk az ígébe. A Ezékiel könyvében van egy ilyen mondat, még visszatérve erre a 36. rész, 23. versében, megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, mely gyalázatos lett a népek között. Az Úr megmutatta, hogy szent az ő neve. Például talán sokan ismerik, vagy emlékeznek arra a bibliai jelenetre, amikor a szövetség ládát próbálják az idegen földről hazavinni, a filiszteusok földjéről, és útközben megbillent a szekér, és úgy tűnt, hogy leesik a szövetség ráda, és Uzza hirtelenül oda kapott, hogy megtartsa, és meghalt. Ez valami megrendítő dolog volt, emberek szólva jót akart, nem akarta, hogy a szövetségláda földre boruljon, a 10 parancsolat kőtáblák kiessenek a földre, és hogy mégis Isten ebben csak valami emberi igyekezetet látott, és nem szentséget. Tehát a szenthez nem lehet akárhogy viszonyulni. Nem piaci áru, hogy fogom, ez jó nekem, az nem jó nekem. Én itt Uzza esetében egy alkalommal nagyon sokat gondolkoztam, hogy vajon az Úr miért ilyen ítélettel ítélte meg Uzzát, aki tulajdonképpen meg akarta tartani a szövetség ládáját. Azért, mert Uzza nem számolt Isten hatalmával, hogy Isten nem kell megtartani. Isten szövetsége az áll, és nem fog a földre esni az ő igéjéből egy pontocska sem, és valahogyan úgy elém jött, hogy ugye avatatlan volt Uzza, neki nem lehetett hozzányúlni, hiszen csak a főpap érintette meg, és hogy nagyon sokszor mi is ilyen avatatlanul imádjuk az Urat, ugye ez a szenteltessék meg a te neved, erre visszatérve, akkor vagyunk avatatlanok, amikor az ő hatalmas mennyei lénye előtt nem hódolunk, és amikor nem azt érezzük és hisszük, hogy ő mindenek felett való, tele van kételkedéssel, tele van zúgolódással, hálátlansággal a gondolatvilágunk, az érzelmeink, és aztán valamit motyogunk imádságba. Ez nem az Úr nevének a szentsége. És Isten félelemre tanítja itt a tanítványokat az Úr, hogy úgy kell imádkozni, hogy a legcsodálatosabb és hatalmasabb Isten előtt borulunk le, akinek szent a neve, és a mi ajkunkon keresztül meg kell, hogy szenteltessék az ő neve, ennek a szentségnek kell, hogy kiáradjon. És ugye az első parancsolatban ez, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A szeretetben alapot vévén a Filippi beliekhez írt levél 3. részében olvastuk éppen a mai igeolvasás során, hogy ez azt jelenti, hogy az Isten iránti szeretetünk olyan nagy, hogy csak is az ő szentséges félelme és a hitnek a szava az, ami ki tud belőlünk az imádság során fakadni,
de ennek alapja, a szentség alapja az Isten szeretete. És ez nem az a testi szeretet, amit mi ismerünk, hanem az a szeretet, ami az életét adta, értünk, mert úgy szeretett, és hogy vajon én hogy szeretem az Urat, ha igazán akkor a szentség, a szeretet alapja, az a szentség, ami aztán megszenteli az Úr nevét az életembe, hiszen nem azért imádkozunk, hogy szenteltessék meg a te nevedben, nem elég szent az Isten, hanem azért, mert mi vagyunk szentségtelenek, és méltatlanok arra, hogy az ő nevét ajkunkra vegyük, de mégis felhatalmaz bennünket az Úr, hogy így imádkozzunk, hogy mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved az életembe, a gyülekezetünk életébe, a missziót végzők életébe, a szolgáló testvéri közösségbe, és személy szerint egyen-egyenként mindnyájunkba. Nagy kérés ez, hogy az Úr ezt a szentséget adja meg, mert nem mondhatjuk, hogy elértük, sőt, még az igyekezetünkben is vannak hiányosságok.